Börtön a börtönben. A terápiás szobában Karcsi a némfapapagáj és társai raboskodnak. Itt nem jár büntetés a fütyör részésért. A kalitka takarítása és a papagájuk etetése pedig a nevelés része. Megmondtad, hogy be akarok jönni, és kicsit, ugye? Itt újra gyereknek érezheti magát az ember, mert a börtön kemény hely, bent hamar kiderül, hogy kinek hol a helye, mondja Béla. De az a lényeg, hogy ő győzhess, inkább, hogy győz. Az a fontos, hogy győz. De az a lényeg, hogy amúgy kiálljál magadért, és hogy ne legyél bent csicska. Mert aki nem teszi fel a kezét, hát az csicska, bocsánat. Béla nincs még 21 éves, 2 év 8 hónapot kapott, mert barátaival együtt elvették egy ember pénztárcáját. A hüvelyk és mutatója között a börtön bibliájára utaló V és L betű van tetoválva, a Vérköteles című Vátosz Lokkosz bandájára utalva ezzel. Figyelj, Kuzito! Na mi van? Van még tűd meg tintád? Persze, miért? Tök jó, akkor már is jöhetsz dekorálni. Te továbbd ide a V-et neked is. Alaposan belenéztél a tükörbe? Miért fontos ez? Mit akarsz ezzel mondani? Hát végül is semmit. Már bántam tetoválásokat, igazából ezt az egyet nem, mert hiszek a jó Istenbe kiskorom óta. 30 fiatalkorú bűnözőt őriznek és nevelnek itt. Ebből 11 lány és 19 fiú. A legtöbben erőszakos bűncselekmények miatt lettek elítélve. Egyikük sincs még 21 éves, addig maradhatnak itt. Utána átkerülnek a felnőttekhez. Sokan közülük már gyerekként összetűzésbe kerültek a törvénnyel. Ilyen Richard is, aki az első balhéját 13 évesen követte el. Legutóbb pedig egy részeg férfi nyakláncát vette el egy kocsmában. Összesen úgy igazság szerint 2 évet kaptam, de sajnos eztől függetlenül elég korán kezdtem a bűncselekményeket sajnos, mert egy felfüggesztett alatt követtem el. Illetve volt még egy kisebb értékű rongálásom, amiből még legutóbb kaptam egy fogházbüntetést is, így sajnos összesen 4 év 5 hónap körülbelül annyira számíthatok. Iskolába igyekeznek a rabok, a fiatalkorúak kecskeméti börtönében. Itt mindenki tanul, a legtöbben bizonyítvánnyal hagyják el a börtönt, festőkként vagy burkolóként szabadulnak. Súlyos, erőszakos bűncselekményekért ítélték el őket. Somogyi Zsófia, klinikai szakpszichológus szerint az agy fejletlensége szerepet játszik a fiatalkori bűnelkövetésben. Az agynak az a területe nem fejlődött még ki náluk teljesen, amelyik a kritikus gondolkodásért, az indulatoknak a visszafogásáért felelős, és ezért könnyebben válaszolnak egy adott helyzetre impulzívan és agresszíven, mint egy felnőtt korú ember. A pszichológus azt mondja, hogy ha valaki azt tanulja meg gyerekkorában, hogy agresszióval bármi elérhető, akkor az mindent erőszakkal fog megoldani. Hozzátette azt is, hogy a gyerekek többsége úgy gondolja, hogy akinek pénze van, az a nyerő, ezért mindenre képes lesz. A pénz az alapvetően státuszszimbólum. Akinek van pénze, annak van hatalma. A 20 éves Renátot rablásért ítélték el. 4 év 8 hónapot kapott, mert elvette egy fiú pénzét. Kérte, hogy vezetékneve ne hangozzon el a riportban. Volt egy korombeli srác, ott elvettem a telefonját, az óráját, a pénzét, amire semmi szükségem nem volt. És bántottad is? Bántottam is. Mit csináltál? Megütöttem őt. Megrúgtam. Volt egy társam is. Bűntársam. Renátó először javító nevelő intézetbe, majd onnan jogerősen a fiatalkorúak hírhet tököli börtönébe került. Szakmát akart tanulni, ezért hozták át ide Kecskemétre. Festőként sikeres vizsgát tett, most burkolónak tanul. Mi a legnehezebb, amikor az ember bekerül a börtönbe, vagy az intézetbe? A család. Családtól való elszakítás. Az a legnehezebb. És nekem számomra ez volt a legnehezebb. Még mai napig is. Hát megmondom az őszintét, mikor a Szél utcába bekerültem, második nap sírtam, de azóta nem tudom miért, nem tudok sírni valamiért. A börtön megedzi a lelket, elapadnak a könnyek, aki sír az gyenge, a gyengék pedig csicskák lesznek. A bezártságot csak úgy lehet túlélni, ha kiáll magáért az ember, folytatja Renátó. És amúgy ezt észre lehet venni az embereken, hogy ki milyen ember. És valakivel meg lehet csinálni a dolgokat, valakivel nem lehet megcsinálni a dolgokat. Az mit jelent?
Hát valakit be lehet fogni, valaki befogja, valaki szemtelenkedik. Valaki velem kell szemtelenkedni, mert lássak, hogy semmi értelme, normális gyerek közénk való. Normális, vagyis nem csicska és nem vamzer, nem köpi be a másikat. Kovács Gyula, a Bács-Kiskun megyei büntetésvégrehajtási intézet parancsnok helyettese szerint az elítélt 10 évesek többsége nagyon rossz családi körülmények közül kerül be a börtönbe. Meg kell tanítani néhány embernek azt, hogy hogyan kell lehúzni a WC-t, hogy kell rendesen enni, hogy kell rendesen viselkedni, mert még saját környezetében a saját társaival sem tud normálisan viselkedni, nemhogy egy hivatalos személlyel szemben. A parancsnok helyettes szerint nem ritka, hogy a fiatalok többsége később felnőttként kerül vissza a börtönbe. Persze van, aki megtanulja a leckét. Én úgy vagyok vele, hogy aki időbent megállja a helyét, illetve nem a fegyelmi lapokat gyűjti, nem a kártérítéseket gyűjti, és teljesen a nevelőknek, illetve az őröknek a segítségét szolgálja, azok teljes mértékben szerintem a civil életben is meg tudják azt tovább folytatni, hogy ne kerüljenek be. Richard a jó maga viseletéért hamarabb, 1 év 4 hónap múlva szabadulhat. A fiú örül, hogy börtönbe került, azt mondja, addig sem csinál hülyeséget. Megtanulta a leckét. Szerinte azok a kemény legények, akik kint vannak. A rácsok mögött nem lehet keménykedni. Bent többet ér az ember, ha észre oldja meg a dolgokat.